valósághű körülmények között gyakorolhatják a betegellátást orvostanhallgatók, ápolóképzésben résztvevők, orvosok és egészségügyi szakdolgozók a Tolna megyei Balassa János kórházban átadott Skill Laborban. A Pécsi Tudományegyetem oktatókórházában diagnosztikus, terápiás és életmentő beavatkozásokat is kockázatmentesen végezhetnek az egészségügyi szakemberek. Rengeteg ápolási modellünk van, valós térben tudjuk ezeket gyakorolni, tehát úgy néznek ki a Skill Labor, mintha egy kórház, egy kórteremben lennénk, intenzíves osztályon, intenzív monitorokkal, EKG készülékre van. Van, azon lehet gyakorolni. Tehát igazán a lényege az, hogy az első kontaktusa, aki már ugye frissen lép be, úgymond az egészségügybe, vagy az egészségügyi képzésbe, ne a betegen kezdje el gyakorolni a vénaszúrást, hogyan rakja fel az EKG-t, hanem egy magas hűségű, szimulált környezetben, és azt szeretnénk, rutinossá váljanak a mozdulatok, és amikor a beteghez megy, akkor rutinból fogja tudni csinálni a dolgokat szakmaszabályai szerint. Pécsi Tudományegyetem számára és az általános orvostudományi kar számára nagyon nagy potenciális lehetőség az, hogy mi itt dolgozhatunk együtt a Szekszárdi Kórház Szimulációs Központjával. Tulajdonképpen a hozzánk rendelt 5, illetve 6 megyei kórházban telepített szimulációs centrum segítségével gyakorlatilag az orvostudományi képzések graduális és posztgraduális szintjén egészségügyi szakdolgozó képzésekben teljes portfóliót tudunk biztosítani azonos szakmai elvek követésével. Az országos programban 3 egyetemen, Pécsett, Szegeden és Debrecenben, valamint 16 megyei oktatókórházban alakítottak ki skill laborokat annak érdekében, hogy korszerű eszközökkel és egységes képzési program bevezetésével a betegellátás minőségét és a betegbiztonságot növeljék. Ha az oktatást növeljük az egészségügyben, jobb lesz a betegellátás színvonala, hogyha a gyakorlati képzéseket, az invazív, non-invazív beavatkozásoknak a begyakorlását nem egy betegen, egy kisgyereken, egy nagyszülőn fogják elvégezni a szakdolgozók, a fiatal orvos, vagy akár egy begyakorlott szakorvos kollega is, ha újat akar megtanulni, és ezeket a szimulációs eszközöket használva minimalizáljuk majd a betegen elkövethető hibáknak a számát.